Állásbőrzét szervezett a Kondor Béla Közösségi Házba a 18. kerületi kormányhivatal. Már az esemény megnyitása előtt több százan várakoztak a Havanna lakótelepi művelődési ház előtt. Az érdeklődőket több mint 10 környékbeli nagyobb foglalkoztató várta, különféle betöltetlen állással odabent. Most már lényegében aki munkát keres, azt valószínűleg csak úgy tudják alkalmazni ezek a munkaadók, hogyha valami fajta képzést is tudnak nekik nyújtani, és utána tudják munkába állítani. Ezt is segíti a kormányhivatal egyébként különböző programokon keresztül. És a tegnap megjelent munkaadók, azok nagyrészt a repülőtérhez köthetők, repülőtéri kiszolgáló szervezetek, vendéglátóipari cégek, biztonsági cégek, és ott akár anyagmozgatástól kezdve betanított munkást kereső cégek is voltak, tehát tényleg valóban meg tudom erősíteni, nagyon nagy volt az a spektrum, hogy milyen pozíciókra keresnek munkatársakat, és azok, akik megjelentek egyébként több mint 400-an, azok nagy része most került ki a közfoglalkoztatási programból. Ugye amikor ez a közfoglalkoztatási program elindult a kormány szándékai szerint, akkor ezt úgy határoztuk meg, hogy legyen egy lépcsőfok, ahogy valaki egy munkanélküli helyzetből vissza tud kerülni az elsődleges munkapiacra, mert mondjuk több éves munkanélküliség után nagyon nehéz újra visszaszokni. Vagy nincs meg a megfelelő képzettség, nincs meg a megfelelő kompetencia, vagy csak maga az az életritmus alakult át. Az állásbőrzére érkezők közül sokan le is ültek egy érdeklődő beszélgetésre a cégek munkatársaival, mégis a legtöbben csak beálltak a regisztrációs pult előtti sorba, lepecsételtették álláskereső könyvecskéjüket, és azon nyomban el is hagyták a közösségi házat. Kisebb utánajárásra értettem meg, hogy a többség csak azért jött el erre az állásbőrzére, mert lejárt a közfoglalkoztatása, és ahhoz, hogy majd áprilistól újra ebbe a státuszba kerülhessen, bizonyítania kell, hogy megpróbált az elsődleges munkaerőpiacra visszajutni. Ezt igazolja a pecsét. A kormányhivatal és a munkaadók által nyújtott segítőkezet, mintha észre sem vették volna. Nagyon nagy kihívás valóban. Most már a munkakeresők nagy része vagy egészségi állapotuk, vagy mentális állapotuk, vagy valami olyan családi körülmény miatt nagyon nehezen vagy hajlandó, vagy képes az elsődleges munkaerőpiacon, tehát az ilyen nagyobb cégeknél elhelyezkedni, és ezért számukra továbbra is ez a segítőkéz, amit ön is említett, hogy az állam továbbra sem engedi el a kezüket, a közfoglalkoztatásban továbbra is tudjuk őket foglalkoztatni, ami valóban nem jelent egy magas jövedelmet, de mégis valami fajta kötöttséget, valami munkát ad. Pesszent Lőrinc Pesszent Imre önkormányzata a Norvég Alappal közösen tavaly adta át az Üllői út 317 szám alatt azt a tudásközpontot, ahol a kerületi munkaadókkal és a kormányhivatallal közösen próbálnak meg olyan ingyenes tanfolyamokat elindítani, amelyek elvégzése után álláshoz is jut a résztvevő. Emellett a 18. kerületi kormányhivatal munkaügyi osztályán többféle ingyenes fővárosi képzés közül is válogathat az érdeklődő. Jelenleg több a betöltetlen állás a kerületben, mint a regisztrált munkakereső.